Nagyon jó hír, a kolozsvári rendező pedig közben operatőr és vágó is, a bukaresti magyar adás munkatársa, a BBTS Színház és Televízió Karának egyetemi adjunktusa, Tárkányi János. Jó reggelt kívánok, szia! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is! Van tehát itt egy történet, amely visszavisz bennünket a múltba, konkrétan a Bánffy Hunyadi János korába. Neki a másik neve Johannes Bánffy Hunyades, és tanár, valamint alkémista. De hogy is állunk ezzel a filmmel? Egy 3 éves történetnek a végére került pont, hogy aztán mindenfelé tudjátok mutatni. Hogyan tettétek le magatokról ezt az úgynevezett terhet, egyáltalán mikor? Hát a terhet még visszük, mert a jelenlegi helyzet miatt az ősben mutatott tologatjuk odébb. Hát ez egy nagyon szép együttműködés ez a film. Most hirtelen eszembe jutott Szabó Csabának a Fehér Hollók programja. Hát ez is olyan, mi csak egy picit kiterjesztettük. Ez egy ilyen hát mondhatni azt, hogy Erdély összes nemzetiségét összefoglaló projekt. Az egésznek az alapja az egy regény, ami tulajdonképpen nem regénynek készült, hanem egy monográfiának, és annyira érdekes történelmi dokumentumok kerültek elő, Bánffy is így került elő, tulajdonképpen egy pénz, egy érmétől indult el az egész, és jutott el a kutató író Bánffyhoz. Annyira érdekes volt, hogy ő úgy döntött, hogy ebből ír egy regényt. Most az úri embert úgy hívják, hogy Walter Übelhardt, nagybányai, és neki ez az első regénye, ő sváb nemzetiségű, nekem ez az első filmem, én magyar nemzetiségű vagyok, vannak román színészek és ukrán színészek is benne, úgyhogy elég színes, és hát nekem az tűnt izgalmasnak, hogy ez a Bánffy Hunyadi János, ez egy kicsit olyan Leonardo da Vinci-e lehetett Erdélynek, rengeteg találmány fűződik a nevéhez, és én úgy éreztem, hogy most szükség van ezekre a filmekre a mai kontextusban. Hát ne legyen krimi, amúgy ne legyen erőszak benne, legyen szép történelem, kosztümök, humor, izgalmas karakterek, és ez ebben a regényben mind benne volt. És hát tulajdonképpen egyszer megjelent egy delegáció Nagybányáról az egyetemen, leültünk beszélgetni, kaptam egy példányt a regényből, azt később elolvastam, nagyon megtetszett, és hát úgy körülbelül 2 évig arról beszéltünk, hogyha ebből filmet szeretnénk készíteni, akkor melyek lennének az első lépések. És utána egy nagy fejest ugrottunk az egészbe, felépült a csapat, nem nehezen, de egy nagyon érdekes csapat épült a film köré, akikkel aztán egy ilyen baráti társaság is kialakult, és hát szinte 3 éven keresztül készült a film, amiből az utolsó 1 év az 2-3 potforgatást nyit, leszámítva mind az utómunkáról szólt. Egyfajta játékként fogtátok fel ezt a projektet, legalábbis így álltatok hozzá, és többetek számára is az elsőség ott volt neked, ez az első nagyjátékfilmed, illetve igen, a szereplők többsége is olyan, aki először szerepel filmben. Igen, igen. Hát aki 2-szer szerepelt filmben, volt egy kisasszony, akinek nagyon rövid szerepe volt, 2 mondatnyi a filmben. Neki volt még egy statiszta szerepe egy amerikai produkcióban, amit Nagy Károlyba forgattak, de azon kívül mindenki első filmes volt.
és az volt valóban a mottónk, hogy játszunk teljes komolysággal, de játszunk. És ezt akkor sikerült a 3 év alatt is megőrizni. Hogyan vitte előre a történetet mindaz, amivel a Bánffy Hunyadi János élete kapcsolatos? Ugye ő 1576-ban született Asszonypatakán, a mai Nagybányán, és hát a londoni Gresham College kémia tanára volt. Mennyire izgalmas egyébként az ő élete? Nagyon, nagyon izgalmas, mert ez amúgy a Smithsonian-nak is rengeteg tanulmányt küldött. Hát nem is tudom, hogy kezdjem, például megvan a szülőháza Nagybányán. Szépen felújítva, de megvan a pince, és a pincében volt neki a kísérleti laboratóriuma, ahol forgattunk, hát ott most nem ez van, nyilvánvaló, és rengeteg érdekesség van, hát tulajdonképpen rá van építve a film az életútjára, hogy a film az két síkon fut, az egyik az a Bánffy Hunyadi János életútja, a másik az meg a detektív, a kutató, tudós útja, ahogy felfedezi Bánffyt, és nem akarom lelőni a poénokat, hogy mik történnek, majd meg kell nézni a moziba filmet. De a lényeg az, hogy ezek a találmányok úgy elő-elő kerülnek a filmbe, be vannak építve a dialógusba, talált fel parfümöket is, szupergyors ragasztott, egy műfogfélét, az alkoholos hőmérőt találta fel, a kékfénynek a gyógyító hatását, szóval ezeket úgy mind-mind beleépítettük a filmbe, és ugye hát mivel Nagybányai ráépült az egész történet Nagybányára, meg a környékére, ami nekem csodálatos volt, mert Máramharos az olyan, mint Svájc szinte, és gyönyörű tájak, helyszínek, illetve mondom én, gyönyörű emberek is, mert ezek az emberek, ezek mind megbíztak bennünk, bennem, és végig csináltuk az egészet, egészen mostanáig. Én azt hiszem, hogy ilyen kontextusban a Molnár Levente színművész nevét mindenképp ki kell emelni, hiszen ő is Nagybányán született. Igen. És a város büszkesége. Na most hol tart jelenleg a közösség, a nagybányaiak hol tartanak ezzel a filmmel, hogyan képzelik el a jelenét, a jövőjét? Hát nagyon türelmetlenek, de mi is azok vagyunk. Mindenki ismeri a filmet Nagybányán. Ezt most lemértem a fesztivál kapcsán is, hogy sok száz megosztás volt, meg kedvelték a posztokat, és drukkoltak nekünk. Van egy ilyen felmérésünk, hogy körülbelül 3000-en szeretnék látni a filmet, és követelik, hogy most, persze ezt nem lehet, de mihelyt megnyílnak a mozik, valószínű, hogy megtartjuk mi is az ősben mutatott, bár egy moziban nem férnének be, csak nagyon kevesen, úgyhogy volt egy ilyen ígéret az önkormányzattól, hogy az István torony mögötti téren, a régi központban egy kis ilyen szabadtéri mozit rendezhetünk be, ahova körülbelül 1000 szék fér, úgy, hogy közben a távolságot is be lehet tartani, és úgy satszoljuk, hogy ez úgy valamikor április-májusba sorra kerül. Nekem van egy személyes vágyam például, hogy április 23-án legyen a bemutató, az pont egy pénteki napra esik, mert akkor van Shakespeare-nek a születésnapja, és az egyik karakter is ugyanaznap született a történetből, mint Shakespeare, és akkor lenne egy ilyen tripla egybeesés. És hát ezt a címet kell
keressék, hogy The Silver Smiths, amely egyébként Amerikában is fontos volt az elmúlt időszakban, hiszen neves szakemberek bírálták el, mert hogy benne volt a Hollywood Gold Awards versenyében. Hogyan jutott el oda? Hát ezt beneveztük, és ugye az ember nem fűz, hát mindig reméljük, hogy fogunk díjat nyerni, vagy mit tudom én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem ugye azért készült a film, hogy a közönség lássa. Elég, ha bekerül a versenybe, az azt jelenti, hogy vetítik moziba közönség előtt. Hát nekünk egy picit túllépett, bejutott a döntőbe a nagyjátékfilm, független nagyjátékfilm döntőbe volt. Körülbelül 5 filmmel voltunk egy csoportba, és hát ennek a fesztiválnak egy olasz szervezője, rendezője van, Massimiliano Mauceri, aki rengeteg díjat nyert, és egy elismert filmes, illetve a zsűri tagok mind valahogy a szakmából jönnek, producerek, rendezők, van egy zeneszerző is közöttük, és hát ez egy hatalmas megtisztelés számunkra, és egy hatalmas kitüntetés, hogy azon túl, hogy bekerültünk egyáltalán a versenybe, nekünk még sikerült egy lépcsőt lépni, egy abszolút első filmes gárdával, egy olyan mezőnybe, ahova olyan filmek jöttek, amelyek sokkal nagyobb anyagi kerettel készültek, és ugye a pénz az mindig látszik a filmben, vagy érződik benne. Ahhoz képest mi hatalmasat alakítottunk, ha mondhatnám így. Azért azt hiszem, hogy ezt nagyon sokan megpróbálták az utóbbi 20-30 évben, hogy Erdélyben filmet együtt készítsenek, nulla költségvetésből, vagy a nullához közelítő költségvetésből. Itt akkor vajon mi a titok a csapatnak, az összeállítása, vagy a rendező, hogy úgy vezeti a stábot, hogy az megfelelő legyen, és ezt is serkentse őket, az energiáikat erre a célra? Igen, hát ugye van egy ilyen szakkifejezés, hogy low budget, amikor nagyon kis költségvetésű filmről van szó. A miénkre én kitaláltam egy másikat, hogy no budget. Tehát itt az volt az alap, hogy itt barátságban kell elférni a stábon belül, amit nem volt nagy dolog tartani, ez volt a legegyszerűbb. A másik az, hogy mindenki önkéntesen vállalja a szerepét a stábon belül, vagy tehát a kamerának mindkét oldalán, és így ugye a honoráriumok terhe az nem volt, illetve volt hát azért egy kis pénz elfogyott erre a filmre, mert hogy a felszerelést meg kellett vásárolni hozzá, ezt az író-producer házaspár Walter Übelhardt és a kedves felesége hozták a produkcióba, és ezen kívül még rengetegen támogattak, úgyhogy mindent ingyen kaptunk. Tehát ha bekéreztünk egy helyszínre, beengedtek, nem kellett érte fizetni, hogyha ruhákat kellett varrni, és nagyon szép, mert ez egy kosztümös film, gyönyörű ruhák vannak, ezeket is úgy kaptuk meg, hogy nem kellett érte fizetni. Voltak, amit vartak erre a filmre, illetve volt olyan is, hogy színháztól kértünk kölcsön kosztümöket, azokat is megkaptuk, és nem kellett érte fizetni. Lovakat például, hintot jöttek, lovas kaszkadőrök, lehet így mondani, ingyen, nem kellett érte semmit fizetni, szóval így könnyű.
Mindenki oda tette tehát amilyen van, és hát most már tudjuk azt, hogy Amerikában szerették a filmet, tudjuk azt, hogy Nagybányán ezerszékkel készülnek. Mi a helyzet Kolozsváron, vajon milyen tárgyalások folynak a háttérben, hogy minél hamarabb, és hát ha minél hamarabb visszatérhetünk a mozikba is? Hát van egy elképzelés, és így nagyon félénk tárgyalások is indultak ez irányba, hogy a Florin Pierce mozit kérjük el a bemutatóra, de mivel előállt ez a vírusos helyzet, ezzel most leálltunk teljesen egészen addig, amíg nem látjuk, hogy mikor lesz vége ennek, addig nem érezzük szükségesnek, hogy ez ügybe lépjünk, mert ugye nem lehet kiszámítani, és mindig rosszul esik, amikor megtervezzük a dátumot, és kiderül, hogy el kell halasztani. Szóval inkább megvárjuk, amíg biztosra megyünk. De lesz egy bemutató Kolozsváron. Nagyon helyes, és hogyha önök is, kedves hallgatók, kíváncsiak a filmre, és kíváncsiak arra is, hogy kriminalisztika parancsnoktól elkezdve ügyvéden keresztül, családorvoson, ortopéd szakorvoson át, egészen rektorhelyettes asszonyig ki hogyan állt helyt ebben a filmben, és milyen lett Tárkányi János első nagyjátékfilmje, azt megtudhatják hamarosan. János, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és várjuk a The Silversmith című alkotást, és hajrá továbbra is nektek is. Legyenek még Erdélyben filmet együtt produkciók. Tárkányi János egyetemi adjunktussal beszélgettünk, aki a Bukaresti Magyar Adás munkatársa, vágó, rendező és operatőr. Köszi szépen! Én